Gyula nagyon sok rétű a turisztikai látnivaló kínálatában, és nagyon fontos az, hogy a turizmusban dolgozók, legyen szó akár a várfürdő dolgozóiról, a kastély vagy a vár tárlatvezetőiről, szállodák, recepciósok munkatársairól, érezzék azt, hogy ők egy hatalmas egységnek a részei. Tehát Gyula turizmusának a részei, hogy ne csak a saját munkahelyükben gondolkozzanak, hanem Gyula turizmusának az egésze legyen a szemük előtt, tehát mi egy egész város turizmusát képviseljük a magunk munkahelyén. Mi fontos összetevői vagyunk Gyula turisztikai kínálatának. Példákon keresztül próbáltam illusztrálni a képzés során azt, hogy milyen elvárásokkal érkeznek hozzánk a vendégek. Az egyik ilyen példa volt az, hogy felevelenítettük azt, hogy amikor mi elutazunk szabadságra, elmegyünk nyaralni, nekünk milyen elvárásaink vannak azzal a helyjel kapcsolatban, ahova mi megyünk nyaralni. Tehát megpróbáltuk saját elvárásainkat átgondolni, mert a vendég is hasonló elvárásokkal érkezik hozzánk. Rengeteg múlik rajtunk a gyulai vendéglátókon. Velünk találkozik a vendég. Rajtunk keresztül méri le a hely szellemiségét, és a tapasztalatok alapján elmondja másoknak, hogy Gyula az egy jó hely. Hogyha rosszat tapasztal, azt is el fogja mondani. A bírálatait is el fogja mondani, tehát nagyon sok múlik rajtunk, hogy a vendég pozitív benyomásokkal távozzon tőlünk, és lehetőleg már fontolgassa a következő utazását Gyulára. Nagyon fontos, hogy élményt tudjunk nyújtani a vendégek számára, tehát nem csak szolgáltatást, hanem élményt is a szolgáltatások mellé, mert így tudjuk a vendégeket visszacsalogatni, és hogy Gyula jó híre az minél messzebbre kerüljön a városunktól, minél több vendég érkezzen hozzánk, minél messzebbi területekről.